Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Ez Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselő. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem is húzzuk az időt. Nem tudom, hogy hogy is kéne kezdeni, hogy a jogállamiságról beszélni, de nem tudom, miért kell a jogállamiságról beszélni, amikor az EP-nek a miniszterelnökei összeültek és döntöttek valamiről. Akkor most kiderül, hogy ez a szerződés akkor mégsem él. Kinek az érdeke ezt tovább tolni vagy megakadályozni? Mi lesz a déli országokkal, akik mindjárt éhen halnak, olyan gazdasági válságban vannak? A lengyel kormánypárt elnöke, mintha azt mondta volna a minap, hogy a zsarolásból elege van, és meg fog vétózni az ország a mindent. Teljesen joggal, mert ugye ez a júliusban történt az állam és kormányfőknek, az uniós állam és kormányfőknek az a, én azt gondolom, hogy történelmi jelentőségű megállapodása, és azért is gondolom ezt, mert 27 tagállamnak kellett közös nevezőre jutnia egy koronavírus járvány kellős közepén. És azt gondolom, hogy ezért nagyon nagy dolog, hogy sikerült nekik. Most írunk ugye októbert, júliusban történt meg ez a megállapodás, amiről fontos tudni, hogy az Európai Bizottság már akkor is próbálkozott a jogállamiságnak a behozásával. Ez mit akar az Európai Bizottság tulajdonképpen? Megmutatni, hogy ők diktálnak, vagy mit? Az Európai Bizottság egyrészt nem is foglalkozhatna a jogállamisággal hatásköréből adódóan. Jelentéseket meg pláne nem készítgethetne a tagállamokról, mert az Unióról szóló szerződés erre nem hatalmazza fel. Ez egy kvázi bújtatott mozgástér bővítés, és amiről többször beszéltünk, politikai és ideológiai alaphoz akarják kötni az uniós pénzeknek az elosztását. Álljunk meg egy pillanatra, emlékeztessük a nézőinket, hogy a római szerződés az egy gazdasági szerződés volt, ami tulajdonképpen politikai kihatása is volt, mert megvédte Európát a mindenféle háborúktól. Azért helyes, amit mond a Péter, mert itt pont ez a lényeg, tehát júliusban itt gazdasági kérdésekről történt megállapodás, szigorúan külön kell választani a jogállamiság kérdését és az Európai Unió költségvetési alapjának a kérdéskörét, mert ugye abba akarják behozni, hogy pontosítsunk, ez a 2021 és 27-ig terjedő költségvetési alap, és az úgynevezett mentőcsomagról beszélgetünk itt, ami most ennek a kvázi jogi keretbe emelése. Ez, amit mi a Next Generation-nek hívunk. Így van, és aminek a jogi keretbe emelése gyakorlatilag a jogállamiságra fordított energiákkal gyakorlatilag teljesen... Ezt nevezi a lengyel politikus zsarolásnak? Teljesen joggal, mert ez egy zsarolás, ami az Európai Bizottság részéről történik. Én nem tudom, és nem is tartom azt, nem csak, hogy nem tudom, nem tartom azt helyesnek, hogy a jogállamiság definíciójára fordítanak energiát bürokraták az Európai Unióban, ahelyett, hogy a válságot... A bürokratákat nem választottuk meg azok és nem is közvetlenül választottuk meg, és erre fordít energiát most az Európai Bizottság, ahelyett, hogy segíteni a tekintetben az Európai Tanács munkáját, hogy az állam és kormányfők által nagyon nehezen, de mégis sikeresen létrehozott konszenzus megvalósuljon. Ugye de hol van a soros elnök, aki ilyenkor miért nem áll a sarkára? Hol van Angela Merkel? Angela Merkel, ugye azt gondolom, hogy azzal, hogy azt ígérte, hogy a jogállamiság kérdés, tehát ígértő sok mindent. Most azt látjuk, de hogy... mi nem a törökök vagyunk, mi az Európai Unió tagjai vagyunk. Egyrészt tagállamok vagyunk, és itt vannak a V4-ek, akik egységes álláspontot képviselnek e tekintetben. Nagyon egyértelmű a lengyel álláspont, hogy elhangzott, hogy meg fogják ezt vétózni. Én azt gondolom, hogy igenis nagyon nagy és komoly véleménye lehet, és szava hangja Lengyelországnak az Európai Unióban, aki ilyen magas szinten gazdaságilag teljesít. Igenis, és egyébként a másik dolog, hogy az uniós tagállamok egyenértékű tagállamok. Nem lehet különbséget tenni egyik és másik tagállam között. Nem beszélve arról, én végigolvastam a jogállamisággal kapcsolatos jelentését a bizottságnak, kettős mérce van, az egyik országgal szemben például használja az OLAF jelentést, mint Magyarországgal szemben, Belgium esetében egészen érdekes módon az OLAF által használt kritikák kimaradtak a jelentésből. Nincs felépítve. Nem és lehet, nem hogy is... ez egy slendriánul összeszedett félc. Maradjunk abban, hogy
azokból a civil szervezetekből, akiknek a véleményére kíváncsiak voltak az Európai Bizottság, az a nagyon nagy egy irányból jövő forrásokból, a Nyílt Társadalmi Alapítvány által támogatott civil szervezetektől származik. Ha megnézi valaki a lábjegyzetet, akkor lehet látni, hogy melyek azok a független NGO-k, amelyek készítették az úgynevezett szakmai háttéranyagokat. De mondok egy másik példát. Akkor azt lehet mondani, hogy köszönjük ebből a jelentésből, nem kérünk, tessék egy újat készíteni, amit objektívek. Én pedig azt mondanám a helyet, hogy ne a rule of law kérdéskörével foglalkozunk, hanem a költségvetési kérdésekkel, mert itt a második hulláma. Így van, itt van a második hulláma a vírusnak. Nem beszélve arról, hogy olyan különbségek vannak tagállamok között, és hagyj mondjak még egy dolgot. A jogállamiság kérdése az a tagállamoknak az alkotmányos intézményeink keresztül biztosított tagállami és nem uniós hatáskörről beszélünk. És veszélyes dolog valóban, amikor politikai és ideológiai kérdéseket létező szerződések mögé próbálunk tenni. Ez nem, egyrészt nem csak, hogy nincs itt ideje, hanem nincs is jogi alapja. Tehát amire fontos lenne koncentrálnunk az elkövetkezendő időszakban, hogy ez a nagyon törékeny, de nagyon nehéz módon és úton létrejött konszenzus, ez megvalósításra kerüljön. Én a héten volt a német elnökség szervezésében egy konferencia, az Európai Ügyek Bizottságának a tagja vagyok a parlamentben, és én képviseltem a bizottságot, és feltettem azt a nagyon aktuális kérdést a német elnökségtől, hogy mi a helyzet ezzel a júliusi konszenzussal, mik a további lépések. Ha valaki sokszor részt vesz ilyen videokonferenciákon, akkor repkednek a terminus technikusok, a szolidaritás, a dialógus, a párbeszéd. Minden gyönyörű, szép, megható szó elhangzott. Csak a konkrét kérdésemre adott választ nagyjából abban merült ki, hogy mindent megteszünk a minél hamarabb és hatékonyabb megvalósítása érdekében. Ez szép és jó, csak valóban a déli áramok rendkívül nehéz helyzetben vannak, és itt vagyunk a második hullám kellős közepén. Nagyon fontos azt látni, hogyha az uniós intézmények elveszik a hangsúlyt a tagállamoktól, akkor nem egy erős nemzetállamokból álló Európát fogunk látni, és nyilván a V4-ben nagyon-nagyon nagy szerepet szeretne játszani, hogy egy erős nemzetállamokból álló Európai Unió legyen. Ha a tagállami hangot el akarja csavarni Brüsszel, óriási hibát követ el, és nyilván megvan a vétónak a lehetősége, és az a tendencia alakul ki az Európai Bizottságban, hogy megpróbálják lebontani azokat az eredeti értékeket, amire az Európai Unió létrejött. Van egy Európai Unióról szóló szerződésünk, és van egy Európai Unió működéséről szóló szerződésünk, ez a lisszaboni szerződés keretében egységesen szabályoz, hogy hogyan működik ma az Európai Unió. Ezt a keretet próbálják felbontani úgy, hogy a koronavírus, a migrációs válság kérdésköre, ugye kijött az új migrációs stratégia, rendkívüli gyenge pontokból nincsen világos geopolitikai stratégiája az Európai Uniónak, amiről ketten sokat beszélgettünk, nincsen víziója az Európai Uniónak, mit kezd a migráció? De miért nincs víziója? Hát ott van 27 tagállamnak az elnöke, a miniszterelnöke. Ezeknek az embereknek csak van víziójuk, ezt kéne leülni és összetenni, hogy ez jó az országaiknak, vagy nem jó az országoknak, és közös nevezőre hozni mind a 27-et. Mert nekem van egy olyan érzésem, hogy a migráció és most a Next Generation kérdése, ez tulajdonképpen egy áradatot hozhat magával, a Brexit folytatódhat. Tehát ahogy Angliának elege volt, mert nem véletlenül szállt ki Anglia, akkor mi lesz? És ugye, ha egy tagállam egyszerre így döntött, akkor mi a garanciája arra, hogy többi tagállam vagy más tagállamok nem így döntenek? Ezért nagyon fontos az a megerősödő V4 szövetség, és a tagállamok saját véleménye és saját tapasztalata és saját hozzáadott érdeke ahhoz, hogy a migrációt hogy fogjuk kezelni, hiszen itt most van egy vírus által okozott válság, egy migrációs válság, és ott van a Közel-Kelet kérdésköre. De én nem értem, az Európai Unió több tagállama azt szorgalmazza, hogy legyen egy európai közös hadsereg, mert hogy a NATO nem elég. Egy hadsereget hogy fognak vezetni, hogyha elementáris dolgokba a lisszaboni szerződést sem tudják betartani? Akkor is majd, mit tudom én, 27 vezérkari főnöke lesz ennek az európai hadseregnek? Vagy hogy fog ez működni? Elsőként én azt gondolom, hogy a NATO mellett abban kellene megállapodni, hogy a migráció kérdését, és nyilván Magyarországnak egyértelmű
2015 óta az álláspontja, a migrációt külső dimenzióit kell kezelni. Tehát a hotspotoknak a kérdésköre, és ebben egyre több tagállam reményeink szerint így is fog gondolkodni, nem az unión belül kell megoldani, hanem az unió külső határain kívül. Tehát ez egy rendkívül fontos kérdés. Én messzebb mennék, ott kell megoldani, ahol a migránsok erre vannak. A magyar kormánynak a Hungary Helps egy nagyon komoly programja, a helyben való segítés. Jó, de hát a Hungary Helps nem tudja egyedül megoldani egész Európa problémáját. Nem, de más tagállam számára is lehet egy modell, hogy mi valóban az Európai Unió kívül próbáljuk meg ezeket a kérdéseket kezelni humanitárius segítségnyújtással, okos segítséggel, helyben való segítséggel. Vannak olyan stratégiák, amelyet egymástól nagyon nagy mértékben át lehet venni. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb időszak az az, itt az elkövetkezendő gyakorlatilag fél éven belül, hogy az állam és kormányfők által létrehozott megállapodás megvalósuljon, elinduljon az a fajta költségvetési keret, amely 21 és 27 között határozza meg az uniós tagállamok jövőjét, és ne szakadjanak anyagilag le olyan mértékben a déli országok, amely az egész Európai Unió számára egy óriási kihívást jelentene. És ne felejtsük el, hogy az a mentőcsomag, amiről ugye elkezdtük a beszélgetést, az egy nagyon nagy terhet is fog tenni valamennyi tagállam, meg is kell fizetni. Mert ezt vissza kell fizetni, és a törlesztését az gyakorlatilag azért is hívják Next Generation-nek, mert a következő fiatal generáció fogja megkezdeni, és ezzel szembesülni kell, és amellett, amit miniszterelnök úr is mindig hangsúlyoz, nem csak a válságkezelésben kell gondolkodni, hanem a gazdaság újraindításában és a gazdaság megerősítésében, nem az energiákat pedig politikai és ideológiai energiákra, mint a például a jogállamiság elforgatni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon látható, és nekünk pedig az a feladatunk, és ugye most volt az általános ügyek tanácsa Luxemburgban, ahol igazságügyi miniszterasszony részt vett, és mennyire tényleg működik a kettős mérce, Magyarország és Lengyelország szerette volna, hogyha a jogállamiságról folytatott vita az nyilvános legyen. Ezt Lengyelországon és Magyarországon kívül a többi tagállam nem vállalta. Felmerül az emberben a kérdés. Ha nyílt lapokkal játszunk, akkor miért nem lehet nyilvános az általános ügyek tanácsának a tárgyalása? A besározás az lehet nyílt, de az ügyek megtárgyalása nem? Ezt hívják, azt gondolom, hogy kettős mércének, és ez egy rendkívül jó ötlet volt, hogy ezt felvetette mind Lengyelország, mind Magyarország. Az egy más kérdés, hogy nem támogatta a többi tagállam, de a lehetőséget azt felvetettük, hogy miért nem lehet a jogállamiság kérdése nyilvános. A V4-ek másik két tagja milyen álláspontot foglalt el, vagy hallgatott? A V4 egységes, csak azért azt látni kell, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a célzott támadások ugye Lengyelország ellen, vagy Magyarország ellen feszültséget, vagy kérdéseket vessenek fel, de ez az egység, ez megvan a V4 között, és az elmúlt időszakban erősödött, nem beszélve arról, hogy a közép-európai országoknak a gazdasági fejlődése, amit produkáltak az elmúlt időszakban, az egy egyértelmű válasz az Európai Uniónak, és nem azokat emeli, segíti, akik gazdaságilag jól teljesítenek, hanem gyakorlatilag ilyenfajta politikai zsarolással támadják őket. Én azt gondolom, hogy a jövő időszakban nagyon fontos, és ugye azért azt hagyd mondjam el, hogy mindenféle diplomáciai kapcsolatnak mindig a személyes találkozók nagyon jót tesznek. Mi is látjuk azt, ugye én is rengeteget utazom, azért az Európa Tanács is online videokonferenciákon keresztül működik. Hiányoznak a személyes kapcsolatok, hiányoznak a személyes tárgyalások. Nagyon jók az online videokonferenciák, de nyilván nem de tudunk nem olyan... Az. Igen, és ezek a fajta igazi nincsenek éles viták. Nincsenek a szünetek, amikor egy kávé mellett meg lehet beszélni, hogy mi is az igazság. Meg azért annak van egy, az embernek egy felelősség és belső súlya, amikor az ember az Európa Tanács parlamenti közgyűlésébe is feláll, és kiáll, és megvédi Magyarországot, mert azt gondolom, hogy nekem ez a feladatom, és ezek hiányoznak. De például, hogy mondok egy példát, jövő év májusában Magyarország lesz az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének az elnöke, ez jövő májustól fog novemberig tartani, Németországtól vesszük át, ez gyakorlatilag, és utána pedig az olaszoknak fogjuk átadni, ez is egy izgalmas időszak lesz. Hát ugye, akkor, ha még az olaszok tagjai lesznek, mert hogyha nem fognak pénzt kapni, akkor azt hiszem a végén azt fogják mondani, hogy köszönik, ebből nem kérnek. Meglátjuk a politikában, és nem 24 akkor óra már is az olaszok kilépéséről fogunk tárgyalni. Kedves nézőim, az elmúlt 16 percben dr. Juhász Hajnalkát, a KDNP országgyűlési képviselőjét látták és hallották. Főleg az Európai Unióról beszéltünk.
ahol nagyon sokszor mindenféle konferenciákon képviseli hazánkat. További jó munkát, és köszönöm csak szépen. Így tovább harciassan. És ha nem tetszik nekik, akkor kiszállhatunk. Lehet, hogy meg leszünk nélkülük is. Persze nem ez a tény, mert Magyarország 70%-a szeretne az Európai Unióba lenni, de én azt hiszem, hogy mi már fennállásunk óta Európában vagyunk, vagy tévedek földrajzilag. Teljes mértékben egyetértek. Előzetesek, és jövünk vissza. Következő vendégünk a DK országgyűlési képviselője, Oláh Lajos. Tartsanak velünk!